15-18 millió forint, ennyivel kevesebből tudott gazdálkodni idén Máriapócs a koronavírus járvány következményeként. Noha ez azt is eredményezte, hogy korábbi megtakarításaikat felélték, arra mindvégig próbáltak figyelni, hogy elsősorban a szegényebb rétegek ne érzékeljék a kiesést. A fejlesztések sem álltak meg a kisvárosban, a korábban megkezdett beruházásokat sikerült befejezni. Pontot tettek egy 2 éves projekt végére, amelynek eredményeként modern ledes közvilágítást építettek ki a településen. Viszonylag kisebb összegből újjá varázsolták a régi temetői kerítést, orvosi eszközöket, valamint egy útkarbantartásra használható gépet is beszereztek a Magyar Falu Program keretében. A bicikliseknek is volt minek örülnie 2020-ban. Kerékpárút épült Nyilpagát Kislétán keresztül Máriapócs irányába. Ez azért nagyon fontos, mert Máriapócs így a Nyírbátor, Debrecen irányába is kerékpárra is megközelíthető, elérhető, ez nagyon fontos. Befejeztünk egy energetikai fejlesztést, amely az intézményekben hőszivattyús rendszer kialakítását foglalja magába, illetve napelemet tudtunk tenni majd minden épületre. Most már azt jelenti, hogy jövőre szinte teljes mértékben energiafüggők vagyunk, hát kivétel ugye a vízcsatorna, amit nem lehet kiváltani, de a fűtés, világítást ki tudjuk váltani. Az elmúlt hetekben újabb pályázataik jártak sikerrel, útfelújításra, valamint a Pócs Petri felé futó kerékpárút egyik szakaszának teljes rendbetételére nyertek forrást, bár van olyan projekt, amely megvalósítása még várat magára Máriapócson, így a tervezett horgásztó beruházás jövőre is folytatódhat a fejlesztések sora. A célok között szerepel a Máriapócsi benzinkúttól az M3-as autópálya felhajtójáig tartó közút teljes felújítása, valamint egy modern, kétcsoportos bölcsőde építése a Görög Katolikus Egyház beruházásában. 700 millió forintból valósulhat meg az iskola és az óvoda között egy nagy ebédlő építése, továbbá az oktatási intézmény tornatermének energetikai felújítása. Egy barnamezős beruházás is tervben van, ha pedig Máriapócs, akkor nem lehet szó nélkül elmenni a vallási turizmus mellett, ahogy világszerte visszaesett az útrakelők száma, úgy ide is jóval kevesebb zarándok érkezett, ahogy a városvezető fogalmazott, ő nem is emlékszik ilyen hangulatú búcsúkra. Amikor 15 000 ember, 20 000 ember van egy nagy búcsúba, most 1200 fő gyűlt össze hívő egy augusztusi vagy egy szeptemberi búcsún. Ugye nem volt szervezett búcsú, tehát ők eljöttek, mert annyira az életük része, hogy a Máriapócsi búcsúba egyszer elmenjenek. De hát ez nem az volt, amit mi hozzászoktunk, amit örömmel el is lát az önkormányzata ehhez kapcsolódó feladatokat. Teljesen más volt. Hát az egyháznak ugye 3 nagyobb épülete van, amely nem hogy előző héten, hanem már hónapok előtt a foglalt rendezvényeken 6-7 kis vendégház van Máriapócson, ami fullon működik. Hát ez nem ment. Az önkormányzat pedig ugyanúgy készült a zarándokok tömegeinek fogadására, hiszen nem tudhatták előre végül mennyien érkeznek. Ha pedig már rendezvények, a polgármester sikertörténetnek éli meg a Rabó-csiring versenyeit, amelyekre idén is több ezren voltak kíváncsiak.